Üdv! Esment 12-e van. Esment egy aura leolvasás. Bizony-bizony érdekes adatok jöttek. Pozitívra sikeredett ez a hónap. Plusz épül a Lithium Pak. Na most akkor erről kívánnék némi kis szót szólni. Érkezett ugyanis némi kis aggodalom idézőjelben. Javaslat per kérdés. Na, örvendek egyébként, hogy hozzászóltatok, mindenféleképpen. Itt szeretném még megköszönni, nagyon köszönöm a válaszokat a spektrum analizátorral kapcsolatban, hogy mire használják. Konkrétan van túl sokat, én nem értek ebből a dologból, de annyi lejött, hogy rendezvényekkor ugye vissza lehet hallgatni a mikrofonnak a gerjedését, hol gerjed, mit még potmétert kell lehúzni. Meg tudjuk nézni egy hangnak a spektrumát. Nem tudom, nekem ilyen nem kézzelfogható ez a dolog, hogy a hangnak a spektruma, de hogy hány kilohertzes darabokból áll, és hogy még az, amelyik kirívóan magas, így ezáltal ugye be tudjuk lőni a dolgokat, akár csak egy rendezvényen, akár egy stúdióban, akár egy mit tudom én. Esetleg még olyan változók is jöttek, hogy gyakorlatban akár még hangszert behangolni is lehet, ha tudjuk, hogy hol kell, hogy szóljon, és ha megbízunk a készülékben, hogy valóban jól méri, akár azt is megmutathatja, hogy na, ez feljebb vagy lejjebb szól, vagy itt szól, vagy ott szól. Tehát erre a dologra is tökéletes. Köszönöm a válaszokat, tényleg. Nagyon patent. És itt hirtelen nem tudom mire használni, illetve van egy kamerám, amiknek a hangja nem az igazi. Egy kedves néző egyébként megmérte annak a kamerának a hangját, és kiderült, hogy 5,1 kHz körül benne van egy kis sipítás. Most nem azzal a készülékkel rögzítek, most visszatértünk a Lumixhoz, mivel úgy tűnik, hogy működik a készülék, csodával határos módon, annak ellenére, hogy a szoftver frissítés nem eredményezett semmilyen változtatást valaki szerint. Állítólag csak valami nyomtatással kapcsolatos dologba frissítettek valamit. Na, lényegtelen. Nem tudom, mi történt vele. Most megy. Az a lényeg, hogy most megy. Térjünk rá akkor erre a kis pakkocskára. Ugye odáig jutottam, hogy beforrasztottam minden létező cellámat, ami már eddig megvolt. Ez idáig szép és jó. Elmondom közben kezdhetünk azzal, amire volt a kérdés. Volt egy olyan kérdés, hogy mi a helyzet az öngyulladással. Na már most, öngyulladás. Hát először nem tudtam, hogy mire gondoljak, hogy be fog gyulladni a pak, és akkor utána olvastam, néztem a dolognak, öngyulladás alatt azt értjük, hogy itt ez a cella, és gyakorlatban, ameddig én ezt töltöm, és merítem is, megtöltöm is, megmerítem is, mikor mi történik éppen, ha felleges az idő, akkor merítem, ha napos az idő, akkor lehet, hogy pont töltöm. Elvileg valami kristályok képződnek ebben a tekerben, ami van benne, mert ez egy ilyen, úgy kell elképzelni, mint egy ilyen, ha kitekerjük, egy ilyen lapos kis vékony kis szigetelő valami, amire rá van fektetve ez a lítium anyag, és az van feltekerve, és egyik vége ki van vezetve az aljára, a másik pedig ugye a pozitívra. Most abban tud valami kristály képződni, tehát ki tud kristályosodni a lítium, vagy nem tudom mi, és az előleg át tudja szúrni ezt a fóliát. És akkor átmegy zárlatba az aku. Márpedig ha zárlatba megy, akkor az elég erősen fog forrósodni. Tehát ilyenkor beszélünk ugye öngyulladásról. Már ahogy én értelmezem gyakorlatban, az a helyzet, hogy most ezért beépítettem ugye 5 amperes biztosítékot 2 cellánként. Tehát, hogyha itt bármelyik cella úgy gondolná, hogy így hukmukfuk így egyik pillanatra másik az állatba menne, akkor ne legyen az, hogy a maradék 80 amper azt a 2-4 amper órát ott gyújtja meg fele egy az egybe, hanem égjen ki a biztosíték, lehetőleg akkor nem fog ugye meggyúlni. A másik dolog, nem igazán szokott csak úgy annyira nagyon spontán zállatba menni ez a dolog. Tehát nem úgy kell ezt elképzelni, hogy gyakorlatban ilyen egyik pillanat másik ez is az állatos lesz. Hanem majd ez is elveszti a kapacitását, meg mit tudom én, és előbb ez csak nem veszi fel a töltést. De olyan formában, hogy egyszer csak már nem, hogy úgy nem veszi fel a töltést, hogy már túl sok áramot akar magába venni.
Márpedig, hogyha itt a többiek jók, és ő rossz, a legalsó például, akkor az fogja zaválni a villanyt rendesen, mert nagyon sok ampert tud magába szedni, hát kivétel az 5 amperes biztosíték szab neki korlátot, hogy ne tudjon túl sokat magába szedni. Ugyanakkor volt szó valami szúrólángról is, hogy milyen szúrólánggal tud égni. Hát mielőtt belefogtam a paknak az építésébe, megnéztem én is egy-két videót. Valakik ügyesen letesztelték ezt a dolgot, vettek új cellát, teljesen feltöltötték, nagy áramokkal merítették, nem gyulladt meg, nem történt semmi baja, újra feltöltötték, főthöz vágták, taposták, befogták satuba, tehát konkrétan, hogy egy celláról beszélünk, satuba fogták, összeszorították, de próbálták tönkretenni, hogy hát, ha történik valami, nem történt semmi, még mindig működött az akú. Mit csináljanak, hát már ők robbanásra akarták késztetni minden áron. Rákötötték a 230-at egy az egybe, egy cellára. Na akkor már robbant egyet, de nem olyan látványosat robbant, hogy hú, most azt mekkora nagy robbanás történt. Annyi történt, hogy lényegében lerúgta itt a tetejét, ugye itt a pozitív oldalánál gyakorlatilag így lerúgta, és mint egy diafilm így kijött. Tehát ennyi történt abban a videóban, de ők ezzel nem voltak megelégedve, és tovább kínoztak egy másik cellát, ugyanis ők minden áron a szúraolángot szerették volna, úgy sikerült nekik elérni a szúraolángot, hogy befogták a satúba azt az egyszem cellát, amit meg akartak gyilkolni, idézőjelben, és beleütöttek egy szeget. De úgy kell elképzelni a dolgot, hogy a satúba áll a cella, szeget ráteszik, kalapács a kézbe, és futóállásban van a gyerek, hogy miest ráütött a szegre, és az megállt benne, azonnal futott, aztán másodjára sikerült neki beszegelni a szeget. Na ott, mikor beszegelt a szeget, akkor valóban keletkezett ez a szúraoláng kategória, úgyhogy valóban tud szúraolánggal égni, és az úgy égett is úgy. De ő egy percig, ugye, elég erősen, nagy füsttel, nagy lánggal égett, tehát tényleg egy ilyen hosszúkás, érdekes kis jelenség volt. Hát nagyon reménykedem benne, hogy itt nem fogunk szeget beleütni, hogy kigyulladjon, nem fogjuk túlárammal tölteni, hogy kigyulladjon, nem fogunk 230-at belevezetni, hogy megint csak, hogy kigyulladjon, plusz itt vannak a biztosítékaink, tehát elvileg nem kéne, hogy gond legyen. A másik dolog az, hogy nem ez az első ilyen pakk, ami épült ebbe a mostani világba, de úgy értem, hogy valakik már évekkel ezelőtt megépítették ezt a pakkot, nem ezt, hanem a sajátjukat idézőjelbe, és nem ennyi cellából, hanem sokkal több cellából. Tehát 10 kW-os, meg 13 kW-os méretekben kell gondolkozni, nem is új cellákból, hanem használt cellákból. Ugye nekem is a jobb oldal lesz a használt cella. Ez a fő lényeg akkor, hogy ha nekik nem kezdett ott szórólángoskodni, meg mi egyéb, volt közte hibás, meg mi egyéb. Egyébként a legjobb megoldás, amit én láttam, ugye egyrészt a biztosíték, legyen benne biztosíték, ne kössünk össze ennyi sok cellát párhuzamosan, és akkor elfelejkezni róla hadégén. A másik a felügyelet, tehát néha rápillantunk. A harmadik meg az volt, hogy esetleg, ha van egy hőkameránk, nagyon-nagyon jó szolgálatot tud tenni, ugyanis hőkamerával csak így ránézel, és azt látod, hogy valahol túlságosan a forróság van, akkor már mentsz oda, és akkor hoppá, ez nagyon melegszik valami, tehát mi melegszik? Rendellenes melegedéseket kell ugye keresgélni. Hőkamerám az még nincs, hát majd egyszer lesz. Na, ennyit erről. Jött még egy másik kérdéskör, hogy gyakorlatban szép az elrendezés, még jó is fog kinézni, elvileg még nem is olyan rossz magyarul. Ha meghibásodik egy cella, akkor hogy fogom én ezt kivenni innen? A dolog úgy van, hogy fogunk egy arra alkalmas eszközt, például egy vésőt. Nem belevágjuk, hogy szúraolángot csináljuk, nem azt akarjuk elkövetni. Kiforrasztjuk a kettőt biztosítékot, amely cellával gond. De azt fogjuk is látni, hogy kiég. Jaj, még az a kérdés volt, hogy látom-e, hogy kiégett. Igen, látom, de ha nem látom, akkor rámérek voltmérővel, semmi gond. Szépen fogom magam, tehát óvatosan benyúlok közzé, és mint egy
megemelem az egész cellasort, úgy állin vár, és kihúzom alulra azt a rossz cellát. Természetesen egy másik cellát, várjátok, mert nem ott a lámpa, a reflektor gondok elhárítva, egy 20 wattos reflektort állítottam ebbe, hogy szebb legyen a felvétel, ugye törekedjünk már arra, hogy szép és jó legyen, reménykedem benne, hogy jó lesz. Tehát ugye felemeljük az egész cellasort, és kiúzzuk a rosszat. Miközben kiúzzuk a rosszat, nem engedjük vissza, hanem keresztbe be is dugunk egy másik cellát, hogy az ne essen vissza. Kicseréljük, amit ki kell, és aztán szépen visszatesszük, ott szépen minden vissza fog menni a helyére, valamilyen szinten a kábelek is tartják, de azért nyilván meg fog borulni befele, de ezzel a kis ügyes kis eszközzel ki lehet cserélni a rossz cellát. Már ha rájöttünk, hogy melyik a rossz cella, de mérések alapján rá fogunk tudni jönni, hogy melyik a rossz cella. Például, ugye elkezdünk mérni. Ugye rátesztjük a buszra az egyiket, és utána szépen biztosítékonként megyünk végig fele. 408, és akkor mondjuk, hogy ez már nem 408, hanem ez csak 3,7. Ugye akkor onnan fogjuk látni, egyébként most érdekes volt rossz is az érintkezés, mintha direkt rossz akarna lenni, de egyébként 408-as. Ugye akkor a másik oldalt meg lesz a 408-as értékünk, a rossz biztosítéknak a ellenkező oldalán nem lesz meg a 408-as értékünk, mert már az nem töltődött az a cella. Na, ennyit erről. Úgyhogy így lehet orvosolni. Ha esetleg valakinek kedve támadna egy ugyanilyen rendszert építeni, és úgy gondolja, hogy ő is ezt a modellt akarja egy az egybe lemásolni, akkor mert modulárisat szeretne, stb. Azt javaslom egyébként, hogy ne az ezt a fektetett változatot építse meg. Tehát ugyanez így, ahogy van, ennek a fele tökéletes, csak egy 90 fokkal el kell fordítani, és onnantól kezdve a saját lábukon fognak állni a cellák, mint itt. Valami hátfal is kell lesz neki, mert az a polc nem fogja bírni akkor a terhelést. Itt most össze van kötve, úgyhogy ez bírja, ez nincsen gond. Erre én is ráfeküdhetek, garantálom. Így akkor ugyanezzel a módszerrel tudja rögzíteni a dolgokat, és nem kell emelgetni a cellákat, ugyanis csak kiforrassza és egy az egybe kihúzza. Tehát csak ki kell húzni. Tehát még könnyebb szervizelhetősége lesz a dolognak. A biztosítékokat lehet egyébként kicsit elfordítani, és akkor még jobb rálátás van, de így is van rálátás. A kamera lehet, hogy nem látja, de attól függetlenül van rálátás. Na, ennyit így hirtelen. Lássuk akkor a leolvasott értékeket. Én leolvastam előre, mindjárt visszaellenőrizzük attól függetlenül, hogy mennyi az annyi. Nos, tehát 241, 2, 8, 51, 3. Hát igen, itt megint egy pici eltérés van, mivel hogy hát én már leolvastam előre. És ugye azóta is fogyasszuk itt a villanyosságot. Közben én is dobunk egy fókuszt. Ez pedig ugye úgy néz ki, hogy előző hónapban 693,3-on állt az előző óraállás, és 204,5-ön állt az előző óraállás. Lássuk akkor, hogy mik is itt az eredmények. Kiminuszoljuk a 851,2 kW-ból a legutolsó óraállást, ami 693, megkapjuk, hogy összesen 157,9 kWh-t fogyasztottam. A legutolsó hálózati mérés az 204,5 volt, 241 a mostani, ezt is a kiminuszoljuk, akkor megkapjuk, hogy a hálózatból vételezett teljesítmény 36,6 kW volt. Ha a kettőt kiminuszoljuk, akkor megkapjuk, hogy a napelemekkel 121,3 kW-ot termeltem. Előző hónapra hoz viszonyítva ez nagyon sok különbség, ugyanis 85,96 kW volt az előző hónap. Ugyanakkor levonhatunk egy párhuzamot, hogy most 36,6 kellett, előző hónapban pedig 39 kW kellett a hálózatból. Azelőtt még több volt, itt van az előtti
44,49. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez most egy rekord. Eddigi rekord. 121,3 még eddig nem volt. Tehát 121,3 volt. És ezek a hatalmas nagy eredmények nyilvánvalóan annak köszönhetőek, hogy hosszabbodik a nap, nyullik a nap, ugye tovább van világos. Mindez meglátszik a hálózatból ételezett teljesítményen is. Most már ott leszünk, hogy itt-ott 1 kilowatt lesz. Tehát következő hónapra merem remélni, hogy már 30 kilowatt lesz csak a hálózatból ételezett teljesítmény. Sőt, ha ez a rendszer felépül, és be is kötöm a rendszerbe, nagy valószínűséggel már lesz annyi tartalékom, hogy a hálózatot teljesen belőzni tudom ebben a helységben. Na de szerintem elég ennyi erre a videóra. Biztos már négy is túl hosszú, biztos mindenki unja. Hamarosan lesz ebből is új videó. Addig is írja meg mindenki, amit akar. Aztán, na csak!